A reptér fejlesztésért is lobbizik, fokozottan figyel a békéscsabai fejlesztésekre Lázár János. Mások biztosításából komoly plusz jövedelem. Vádat emeltek a sikkasztó postásnő ellen. Két város, több mint 200 kilométer, jövőre jubilál a nemzetközi szupermaraton. Jó estét kívánok, Önök a 7.tv híradóját látják, Horváth Szabolcs vagyok. Több mint 4 milliárd forintot fordít a kormány békéscsabai ipari park fejlesztése. A vonatkozó kormányhatározata a Magyar Közlöny 2016-198-as számában jelent meg. A fejlesztés a Modern Városok program keretében valósulhat meg, de nem csak Békéscsabán, hanem Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Érden és Nyíregyházán is. A fejlesztést információink szerint a Nemzeti Ipari Park üzemeltető és fejlesztő ZRT végzi majd. Természetesen, ahogy eddig is, az önkormányzat készen áll az egyeztetésekre. Ebben a döntésben az a legnagyobb pozitívum, hogy kormányzat segíti Békéscsabát egy iparterület fejlesztésben, amely természetesen én becslésem szerint több száz fő számára biztosít majd munkahelyet. A békéscsabai repülőtér milliárdos nagyságrendű bővítése érdekében is lobbizik Lázár János. Közölte egy interjúban a miniszterelnökséget vezető miniszter. Mint mondta, a Délalföld megfelelő forgalmat biztosítana a reptérnek, és erősebb légi közlekedés fontos szerepet játszhatna a régió fejlesztésében. A tárcavezető szerint fontos, hogy a városban és a térségben magasabb keresetet adó munkalehetőséget tudjon biztosítani a kormány. Ebben látja az elvándorlás csökkentésének legkomolyabb lehetőségét. Lázár János arról is beszélt, hogy egész Békés megye számára nagy esély, hogy megkezdődött az M44-es út építése, amely Kecskemét és Békéscsaba között hamarosan négysávos közúti összeköttetést teremt. A város idei és jövő évi költségvetéséről, pályázatokról, a vasútfejlesztés folytatásáról és hulladékkezelést érintő kérdésekről is szó lesz 2016 utolsó közgyűlésén. A békéscsabai városvezetés 17 napi rendi pontban előreláthatólag 33 előterjesztésről hoz döntés csütörtökön. Az ülés 10 órakor a nyilvános napirendek tárgyalásával kezdődik, melyet élőben közvetítünk a 7.tv-n, a behír.hu oldalon pedig folyamatosan frissülő cikkünkben számolunk be a legfontosabb történésekről. Négy rendbeli sikkasztás büntette és más bűncselekmények miatt emeltek vádat azzal a 27 éves postásnővel szemben, aki az egyik békéscsabai postán életbiztosításokat csapolt meg. A vádott 2013 májusától több mint egy éven keresztül károsított meg négy sértettet, több mint 12,5 millió forintot szerzett meg tőlük. 2010-ben kezdett ügyintézőként dolgozni a nő ebben a békéscsabai postahivatalban. Munkakörébe tartozott a Magyar Posta Életbiztosító ZRT biztosításainak értékesítése és az ezzel kapcsolatos betét és pénzkezelés is. 2013-tól kezdve valótlan tartalmú rész visszavásárlási nyomtatványokat és kiadási pénztárbizonylatokat állított ki, amivel összesen 12 millió 690 ezer forint készpénzt vett ki a sértettek betéteiből, azok tudta és beleegyezése nélkül. Ennek közel felét egyetlen ügyfél 5 különböző életbiztosításából szerezte meg 28 kisebb-nagyobb részletben. A békéscsabai járási ügyészség sikkasztás és hamis magánokirat felhasználása miatt emelt vádat a nővel szemben. A büntetési tételkeret itt 2-től 12 évig terjedő szabadságvesztés. A járási ügyészség végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását indítványozta a nővel szemben. Továbbá az általa megszerzett közel 12 millió forintra vagyonelkobzást is kezdeményezett. Bár a Magyar Posta ZRT folyamatban lévő hatósági eljárás alatt annak eredményességére hivatkozva nem nyilatkozik, megkeresésünkre annyit elmondtak, hogy szigorú belső ellenőrzési rendszer működik náluk, ami eredményesen jelzi az esetleges szabálytalanságokat. Hangsúlyozták, ügyfeleiket semmilyen kár nem érheti, így ebben az esetben is mind a négy sértett kárát teljes egészében megtérítették. A 7.tv híradóját Zsíros András tudósította. Mechanikus mellkas komprimáló eszközzel bővült a békéscsabai mentőállomás eszközparkja. A Lukász 2 nevű készülék óriási segítséget jelent a szakemberek szerint, ugyanis hatékony, egyenletes tempóval, egyenletes mélységgel végzi a mellkas nyomást. Könnyedén összeszerelhető a nyomást végző Lukász 2, mindössze két elemből áll. Alá csúsztatjuk a betegnek. Hát alá. Folyik tovább a mellkas kompresszió.
ráillesztjük a szerkezetet és a gépet. Bekapcsoljuk. Miután felkerült a betegre a készülék, átveszi az addig kompressziót végző személy szerepét, biztosítva a jó minőségű, egyenletes nyomást. Az Országos Mentőszolgálat Mentőalapítvány és a Békés megyei lakosság hónapokon keresztül gyűjtött az új eszközre, melynek értéke meghaladja a 4 millió forintot. Egyrésztről nyilván egy újraélesztés kapcsán hatékonyá teszi a mellkas kompressziókat, tehát egy ember tevékenységét gyakorlatilag kiegészíti, illetőleg helyettesíti. A másik dolog, amiről nem szabad megfeledkezni, az a folyamatos mellkas kompresszió mondjuk szárítás közben, hiszen vannak olyan betegcsoportok és betegek, akiknél a helyszíni újraélesztés el tud húzódni, és szükség van arra, hogy az újraélesztést menet közben, szárítás közben végezzük. Ebbe a mentőorvosi autóba kerül a Lukasz 2. Békés megyében átlagosan évente 300-350 olyan eset van, amikor a mentőegységek a helyszínen meg tudják kezdeni az újraélesztést. Ebben a munkában kiemelt szerepet kap az újonnan beszerzett eszköz. Az autót általában párhuzamosan riasztják egy másik mentőegységgel, az ellátást és a betegellátást azt a mentőtiszt és a mentőorvosi kocsinak a személyzete végzi, és hogyha nincs szükség mentőorvosi vagy mentőtiszti kíséretre, akkor a beteg mozgatást és a beteg szállítást azt a párhuzamosan riasztott mentőgépkocsi végzi, és a mentőtiszti kocsi pedig erről a helyszínről továbbítható más betegellátáshoz. A megyében a Békés Csabai állomáson kívül a szeghalmi és a szarvasi esetkocsin található ilyen gép. Már csak december 16-áig kérhető a méhnyakrák elleni védőoltás iskolás lányoknak. A kétadagos oltóanyag azoknak ingyenes, akik betöltötték a 12. életévüket, és szeptemberben kezdték meg az általános iskola 7. osztályát. A méhnyakrák a második leggyakrabban előforduló daganattípus a nőknél, de ez az egyetlen olyan rák, amely ellen létezik védőoltás. Ebben a Békés Csabai iskolában még szeptemberben kezdték el összegyűjteni a kitöltött igénylőlapokat. A szülők arról nyilatkozhattak, hírik-e a HPV elleni védőoltást a lányoknak. Sokan otthon közösen is átbeszélték a kérdést, mielőtt meghozták a döntést. Én természetesen megbeszéltük édesanyámmal ezt az oltást, és én ezt nagyon jó ötletnek tartom. Békés megyében a program első két évében a lányok 80%-a élt a lehetőséggel. A szülők a házi orvosokon és iskolaorvosokon túl a vétünéknél is tájékozódhatnak a hatásról és lehetséges mellékhatásról. A mostani ismételt kampány még biztosít lehetőséget a családoknak, és a szülői nyilatkozatokat december 16-áig lehet leadni. Az oltóanyag hatékony és biztonságos. Élő vírust nem tartalmaz. A szakemberek szerint a védőoltás nem ment fel a méhnyakrák szűrés alól, amelyre 25 éves kortól minden nőnek legalább 3 évente el kell mennie. A HPV elleni védőoltásról az ANTS honlapján és a békésijárások.hu oldalon további információk is találhatóak. Bemutatták az Ami Csabai című múzeumi sorozat legújabb kötetét kedden Békés Csabán. A Munkácsy Mihály életművét bemutató könyvet, mely egyedi módon szemlélteti a csabai kötődésű festő munkásságát, Gyarmati Gabriella művészettörténész írta. A Békés Csabai Városháza dísztermében megrendezett könyvbemutatóra maga a művész és felesége is ellátogatott, ahol Szarvas Péterrel, Békés Csaba polgármesterével és Andó Györggyel, a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatójával is váltottak néhány szót a múzeum negyedik évkönyvéről. A Munkácsy Kapricsó című kötet bemutatásával vette kezdetét a Békés Csabai Múzeum hagyományos könyvására, mely egészen karácsonyig tart. Mézes kalácsot díszítettek advent harmadik vasárnapján a gyerekek. Az ökumenikus advent rendezvény sorozat részeként a Jaminai Evangélikus templomhoz várták az érdeklődőket vasárnap. 10 éve azért hozták létre a programot, hogy a karácsony előtti rohanásban biztosítsanak egy-egy meghitt alkalmat, amikor lélekben is tudnak készülni az emberek a szeretet ünnepére. Tenyerünket kinyitjuk, ide helyezzük a vázat. Ezekkel a mozdulatokkal kell elkezdeni mézes kalácsot díszíteni. Az idei ökumenikus advent harmadik vasárnapján a Jaminai Evangélikus Egyházközség gyülekezeti termébe várták az érdeklődőket mézes kalácsot díszíteni. Ez a kézművészkedés engem nagyon érdekel, meg ez a mézes kalács készítés az a fő programunk az, hogy készítsük a mézes kalács, minden évben eljövünk ide, és legalább egy rakatnyit készítünk többiekkel, jó barát, és akkor sok barátokat szoktunk szerezni.
A mézes kalács díszítés közben az ízletes karácsonyi alkotásokból jó néhány el is fogyott a délután során. Voltak, akik azt sem bírták kivárni, hogy megszáradjon a süteményeken a máz. A mézes kalács díszítés mellett számos karácsonyi témájú kézműves alkotást is elkészíthettek a gyerekek, talán pont azért, hogy biztos vigyen haza mindenki egy kis ajándékot. A délután során már érezhető volt, hogy a résztvevők mennyire várják a karácsonyt. Minden hétvégén meggyújtjuk a gyertyát, amit kell, amelyik gyertyát kell éppen meggyújtani, a koszorú színeket is megtartjuk, ugye hát a Szentestét azt mindenképpen ünnepeljük, családi vacsora, Szenteste másnap, második másnapján jön a család. 10. éve rendezik meg az ökumenikus adventet Békés Csabán. A rendezvénynek köszönhetően minden adventi vasárnap vannak programok a Jézus Szíve katolikus templomnál, Jaminában, illetve a Jaminai Erzsébethelyi evangélikus templomnál. Az adventi rohanás, vagy a karácsony előtti rohanást próbáljuk egy kicsit megakasztani ezekkel az alkalmakkal, hogy ne csak külsőségekben tudjunk készülni, hanem belül lélekben is készüljünk az ünnepre, Krisztus eljövetelére. Advent harmadik vasárnapján a Jaminai Evangélikus Gyülekezeti Teremben szerveztek a gyerekeknek kézműves foglalkozást és zenés műsort, melyet orgonazenés áhítat követett a templomban. Közös adventi koncertet tartott szombat este a Körösparti Vasutas Koncert fúvószenekar és a Kalandrella Kamarakórus. A zsúfolásig megtelt evangélikus kistemplomban a két együttes, a Békés Csabai Evangélikus Vegyeskar, a Békés Csabai Református Gyülekezetének kara, az Arisszus Ifjúsági Vegyeskar és a Chopin Kórus tagjaival is kiegészült. Lélekemelő dallamok, lágyabb tónusok szólaltak meg ezúttal a fúvószenekar hangszerein. A zenészek számára nagy kihívást jelentett a felkészülés, ám az ünnepek elteltével már a következő feladatokra készülnek majd. Egy intenzív felkészülési időszak előtt állunk majd. Május elején lesz egy minősítő koncert, amely egyben a karmesterünk Döge Csaba diploma hangversenye lesz. Döge Csaba az imént egy hete nyert egy nemzetközi karmester versenyt, úgyhogy nagyon nagy a motiváció a zenekarban is, és a karmesterben is, hogy bizonyítson, hogy újat mutasson, és méltón helytálljon. A karmester szerint a hazai közönség előtt ugyanolyan felemelő érzés fellépni, mint a versenyen. Óriási felelősség van a karmesternek a kezébe, az, hogy aznap este az adott pillanatban a zenekar miként fogja megszólaltatni a hangszerét. Több mint két hónap próba előzte meg a fellépést. Bár a művészek felkészültek, volt miért izgulni. Több olyan mű is volt, ami most hangzott el először, tehát még nem énekeltük soha koncerten. Úgyhogy azért az ember mindig, hát a munkának milyen gyümölcse lesz, itt derül ki. A gyümölcs pedig a koncert végén tapasztalt, szűnni nem akaró taps alapján igencsak beérett. A koncertélményt a televízió készülékeken keresztül nézőink is átélhetik majd, hiszen a hangversenyről készített felvételt a 7.tv december 26-án este 9 órakor megszakítás nélkül műsorra tűzi. 2017 májusában rendezik a jubileumi 20. Békés Csaba Arad Szupermaratont. A futó, kerékpáros és görkori túra szervezéséről Kis Tibor és Bognár Levente, a két rendezőváros alpolgármestere, valamint Tóth Sándor, a KOB Békés Csabai Atlétikai Klub ügyvezető igazgatója írta alá az előszerződést. Kihívás, barátság és buli. Ez a három szó fejezi ki talán a leginkább a két várost összekötő eseményt, amelyre idén több mint 1000 résztvevő nevezett be. Köztük rekordszámú 800 kerékpáros teljesítette a 200 kilométeres távot. Kis Tibor, Békés Csaba alpolgármestere hangsúlyozta, a szupermaraton a város legnagyobb sportrendezvénye, amely százakat mozgat meg. Amikor elindul a Békés Csaba Arad, Békés Csaba futóverseny, és ez most már nem futóverseny, csak hisz több mint 1000 ember vesz részt ezen a rendezvényen, itten kerékpárosoktól kezdve, futókon át, görkorisok, váltók, itt mindenki csinál mindent. A lényeg az, hogy mozgunk, a lényeg az, hogy mozgásban van a város, a lényeg az, hogy egészséges életmódot reklámozzuk. A rendezvény az aradiak számára is nagyon fontos. Bognár Levente alpolgármester kiemelte, ez egy olyan határon átnyúló sportünnep, amelyet nagyon sokan a magukénak éreznek. Ez egy sportdiplomáciai esemény is, de ugyanakkor nagyon sokan azonosulnak vele. Ez egy nagyon fontos dolog, mert ezzel
a két város lakossága azonosul. És akkor, amikor egy ilyen sporteseményre kerül sor, érezzük, hogy a város hangulata is olyan, amelyel nagyon sokan együtt hangolódnak. A szupermaraton útvonala nem változik, ugyanazokat a településeket érinti majd, mint 2016-ban. A rendezvényről egy különleges film is készül majd, ami megörökíti ezt a jubileumot. Közvetítik a versenyt, drón fog repülni a versenyzők fölött és közvetíteni, illetve egy film fog róla készülni. Tehát ilyen kisebb, hasonló újításokkal próbáljuk meg még színesebbé tenni a versenyt, hogy jobban érezzék meg, jól érezzék magukat a versenyzők is, a részvők. A sajtótájékoztató végén a szervezők aláírásukkal is hitelesítették az előszerződést. 2017-es szupermaratonnak május 20-án és 21-én, szombaton és vasárnap vághatnak neki a legbátrabbak. A híradó véget ért, ha a továbbiakban is szeretnének friss hírekkel, cikkekkel, magazinműsorokkal találkozni, látogassanak fel az oldalunkra, a behir.hu-ra. Köszönöm figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!